Sziasztok! A másik videóban egy dologról nem esett szó, hogy pontosan hogyan kell library-ket hozzáadni NetBeans-ben. Erre most nézzünk egy példát, hogy hogyan kell a Hibernate-et hozzáadnunk. Először is töltsük le a Hibernate-et. Ugye a hibernate.org-on tudjuk ezt elérni, és itt a Hibernate ORM, ami nekünk érdekes. Móra kattintva kapunk egy ilyen szép nagy download gombot. Ezt letöltjük, akkor fogunk kapni egy zipet a végén, miben benne vannak a Hibernate lefordított gyakorlatilag jar fájlok, benne vannak a forráskódok, benne van a dokumentáció is. Amíg várunk rá, hogy lejöjjön, addig elkezdjük csinálni a library-t hozzá igazából. A legegyszerűbb eljárás erre az, hogyha a libraries-nél nyomunk egy olyat, hogy add library, jobb klik után. Itt már ugye meglévő libeket is hozzá tudunk adni, a NetBeans alapból elég sokat tartalmaz, a legtöbb egyébként egy kicsit régebbi verzió sajnos. Hibernate-nél mi is ezért fogjuk használni az újabbat, itt látszik, hogy épi a 2.0-as 4.x-es Hibernate-et tartalmaz alapból. Ezeket már én adtam hozzá, ez a 3.5-3.5 tesztet. De most létre fogok hozni még egy újat igazából, ezt elnevezem 4.3.5 másodiknak. Ugye itt mindenkinek javaslom, hogy a Hibernate 4.3.5-nek nevezze ezeket a libeket, mert belettek komitolva a Git repo-ba, és feltek töltve GitHub-ra ezek a projektek, amikben Hibernate 4.3.5 néven hivatkozunk erre. Ugye library type, class libraries, kétszer is ez van, szóval nem tudom ennek mi az értelme itt, de oké. Okay. Látjuk, hogy a Global Libraries-re tudjuk ezt hozzáadni alapvetően, és ugye ilyen standard library interface van, amit megszokhattunk más helyen is a NetBeans-ben. Ugye a class file-ba beadhatunk jar fájlokat vagy könyvtárakat is, akár a könyvtárak azok nem úgy tűnnek, mint amik megfelelően működnek, tehát a jar fájlokat nem olvassa fel belül. Sources-hoz hozzáadhatnánk az alkalmazásnak a forráskódjait, amit nem fogunk használni alapvetően, ezért erre nincsen szükség, és ugyanúgy nincs szükség a Java-dokra, mert nem használunk valójában Hibernate-et közvetlenül, hanem a JPA-n keresztül fogjuk csak elérni, tehát JPA providerként fogjuk használni a Hibernate-et gyakorlatilag. Oké, le is jött a zip-em. Ugye a zip-nek a belsejében egy könyvtárban megtalálhatók a számunkra lényeges dolgok. Ugye itt mi csak a libet fogjuk használni, mert csak a binár is érdekel minket. A projektben vannak egyébként a forráskódjai, a documentationben meg nyilván a dokumentumok és példák. Ugye ezt most ki fogom tömíteni egy könyvtárba, ez tetszőleges könyvtár lehet, most a NetBeans Projects-ben létrehoztam egy Libs könyvtárat is, abban fogom kitömöríteni ezt. És akkor Hibernate Release 4, 3, 5, Final, és ebből csak a libet fogom kitömíteni, a többi az most minket nem fog érdekelni, és egyébként is nagyon sok helyet foglalnak. Visszamenve a NetBeans-be, itt szépen hozzá kell adnunk néhány jar fájlt, így a libből, és ugye nekünk ebből igazából a legfontosabb a JPA és a required, a JPA-n belül van az Entity Manager implementációnk, tehát ez gyakorlatilag a JPA providerünk lesz. A könyvtárat eltávolítom, amit véletlenül hozzáadtam. Ugye nem fogjuk most használni az elején még, de később lehet, hogy sor kerül rá a JPA Model Generator-t, mert a Model Generator-t is adjuk hozzá a léphez ezt a Criteria API-n keresztüli lekérdéseknél igényli a rendszer alapvetően, hogy legyenek ilyen metamodellek generálva. És a required közül természetesen mindent adjunk hozzá. És oké. Ilyenkor ugye megjelenik itt a libünk, és ezt add library-vel hozzá tudjuk adni a libraries-nél, és akkor behúzza nekünk a Hibernate libeket itt. És ennyi lenne az egész, ezek után már tudjuk használni JPA providernek, és működik minden, ha minden jól megy utána.